Sziasztok, Robin vagyok, és most egy House Flippert fogunk játszani. Méghozzá most vásároljuk meg a következő házat, amit kitakarítunk és kifestünk először. Nézzük meg, hogy mit is kell, hogy csináljunk rajta. Na, jó. Jó ez a zene. És már nem sok ház van hátra, meg is nézzük, mert úgyis meg kell vásárolnunk a jó kis házat. Na nézzük. Házvásárlás. Ennyi van. És megvásárolt ház. Hú, már csak kettő van. Az nem semmi. Hát akkor ezt vegyük meg. Itt aztán jó sok dolog van, úgyhogy jó pár videót meg fogunk tudni csinálni belőle. Megveszük. És tovább, nem maradok itt az irodában, hanem tovább megyünk. Hé, de borzalmas lehet ez a ház. Nem is néztem két vagy három szintes. Mindegy, benézünk úgy is. És egyből rendcsinálással kezdünk. Mindent kidobunk. Atya úristen. Ajajajajaj. Mindegy. Ezeket így megszüntetem. Nagyjából. Hűha. Ezeket csak úgy, hogy amik útban vannak, tudjátok, hogy van ez így. Így. Így, így, így. Hoppá, ott repül valami. Ez az. Azt a minden. Hát itt van munka. És le is van zárva minden, figyeljétek meg. Hol a bejárat? Á, itt a bejárat. Majd ezt így lekövezem. Na, azért ezt innen eltüntetjük. Ez meg mi? Na nézzük. Hú, ez egy nagy hodály lesz, úgy látom. Hát ez még be sincs fejezve, vagy rosszul látom? Az nem. Se ablak, se ajtó, semmi. Építkezés. Befejezve. Tönkrementek. A család az tönkrement. Mindegy. Hát akkor ami szemét van, azt most így felganéjozzuk, hogy valami pofás legyen. Hát ez meg micsoda? Ó, nem, nem, nem. Na, mi az? Ja, hogy így. Aha, jó, oké. Okay. Minden ablakról vegyünk le mindent. Szerencsére annyira kifejlesztettem. Hát itt meg kell terveznünk, hogy hogy nézzen ki. Hú, van garázs is. Külön. Na, az király. Hoppá. Húha, ezeket így mindent. Aha, ez nem egybe volt, ezek szerint. Jó, oké. Ezeket a nylon zacskókat, meg mit tudom én, miket. Hoppá. Ez az. Ezek a deszkalécek milyen borzalmasan néznek ki. Mindjárt fölmegyünk. Csak még itt, ezen a részen még így megszüntetjük a dolgokat. Hogy eltüntettem azt a kukát? Hogy mit tudom én, mit tárolod? Kicsit a mentésnél beakadt a játék, de semmi gond. Fordul ilyen. Azt majd valahonnan. Semmi ajtó, semmi ez. Hoppá. Ez az. Ja. Keres itt ez a kutyaház. Mindegy.
Ó. Ó, hát ennek van terasza is, tök jó. Akkor menjünk csak föl. Azért nézzük meg itt. Hú, ez jó nagy. Na, nézzük csak meg. Ez is egy egybe függő terület. Ú, jó kis szobákat lehet ebből így eszközölni. Ú, és még előső erkély is van, király. Na hát itt lehet falazgatni jó sokat. Elszeparálni a dolgokat. Csak most így nézem, hogy mik vannak itt. Hát itt... Ez elég érdekesnek. Nézzük meg a garást. Ugye? Két beállós, úgy látom. Hát ez csak egy ilyen sima. Semmi különös nincs benne. Hát akkor húzzuk vissza. És akkor hát állványt kell vásárolnunk. Állvány. Más. Hát ez a nagy állvány, ugye ez kell nekünk. Hogy leszedjük ezeket a borzalmas dolgokat innen. Jó. Lemegyünk. És akkor szépen, ahol van, ott azt leszedjük. Ha. Így. Jó, ez megvan. Szépen levesszük ezeket a ezeket. Betesszük majd az ablakok, ajtókat. És szépen itt van egy. Ott van. Ha. Jó. Ez megvan. És még lehetnek más helyen ilyen bedeszkázottak. Itt is van például. Ez. Így van, ez az. És hát nem tudom, hogy hány szobásra tervezem, de ahogy láttátok, itt lehet variálgatni. Azt tuti. Tuti fix. Na. Ez az. Szerintem... Igen, szerintem ez megvan. Azért ezt tegyük félre. Mekkora ez a rész itt azért. Ez nem semmi. Ezt ide rakjuk, szerintem. Kilátónak is tökéletes. És akkor most bent dolgozzunk. Igen. Hát először is ide egy bejárati ajtót fogunk venni. Ajtók. És méghozzá egy ilyet. Igen, ezt így. Aha. Ja nem. Haha. Így kell. Ez az. Tökéletes.
Ah! Jó. Egy ajtó megvan. Na most itt ilyen dupla ajtót kell csinálnunk. Vagy... muszáj itt kettőnek lennie? Nem hinném. Nézzük meg. Ezt innen ki. Nem? Ezt nem lehet változtatni? Hát milyen ez már? Hát akkor sajnos kénytelnek vagyunk. Ilyen dupla ajtó. Ilyen tolóajtót venni. És nem is egyet, hanem kettőt. Na nézzük. Így. Szerintem jó lesz. Aha, igen. Ez jó. És akkor ide is. Jó. És akkor itt is lesz egy tolóajtó. Más nem tudunk. Jó. Most már nem jön be a hideg. Aha, jó. Na, akkor... még gondolkozok, hogy mi legyen. Meg itt, ugye? Mindenképpen az egyik konyha lesz. Na, és itt még kettő tolóajtót kell, hogy beszereljünk. Így. Egy, kettő, így. Yes. Jó lesz így. Mindenhogy már kihűljön a ház. Na és itt is lesz ilyen tolóajtó. Az van, hogy egy, kettő, ez így jó lesz. Aha. Jó. Na, megvannak a tolóajtók. Elég sok, öt. Uh-huh. Na és akkor, hát nézzük meg így a beosztást, tudjátok. Most fogjuk felhúzni a falakat. Hát először is mindenképpen egy ilyennel kezdjük. Itt ugye úgy lesz. Hogy egy, kettő, három, négy. Jaj, Istenem! Egy, kettő, három. Na. Egy, kettő, három. Négy, öt. Hűha, azt mondja, hogy aha, jó, akkor itt lesz a következő ajtó. Egy, kettő,
Nézzük, egy, kettő, három, négy, öt. Jó, hát akkor ez lesz így az előszoba. Közlekedő, ez így jó, mert jó sok cuccot, meg ülőhelyet, alkalmatosságot is be tudunk ide rakni, szekrényeket. Na most itt nézem, hogy hát itt egy ilyen fürdőszobára gondoltam, de olyanra, ahol ott is van egy ajtó, meg itt is lesz egy ajtó, hogy ilyen keresztül menős lesz. Na nézzük csak meg. Igen. Így lesz. Na. Na. Építs már fel. Úgyni. Aha, és akkor itt 1, 2, 3, 4, 5. Na, ez lesz egy ilyen kis fürdőszoba, ahol keresztül lehet menni. És szerintem hát még mindig itt elég nagy a hely. Most azon gondolkozok, hogy ezt lehet, hogy tudjátok mit? Ezt így egyenesre ne legyen már itt ilyen ferde. Hát ez. Most úgy kell ezt megcsinálnunk, hogy hoppá, majdnem rosszul lett a dolog. Haha. Ezt így megszüntetjük. Na, most már ez egész jó lett. Na most, az van, hogy hogy is csináljuk. Mondjuk ezt így két nagy hálószoba legyen, vagy úgy lesz, hogy ez ilyen elfelező dolog lesz. Itt lesz egy nagy szoba. Ezt úgy csináljuk, hogy jó lesz ez így. Most egy, kettő, három, négy, öt.
most elég érdekesen csinálom meg ezt a bizonyos házat, mert majd mindjárt látni fogjátok, hogy mi a célom. Hogy van itt egy hálószoba, ez lesz a nagy szoba. A nagy szobából ugye be lehet menni, itt egy ilyen kis hálófülkék lesznek, és itt lesz a következő. Egy, kettő, három, négy, na, négy, és öt. És akkor egy, kettő, három, négy, jó, oké. Megvan. Ilyen kis hálófülkék lesznek. Úgy, hogy az egyik megy a másikba. Látjátok? Most ezt úgy csináltam meg, hogy itt van egy szoba. Van egy fürdőszoba. Egy elég nagy, nem is olyan kicsi. Egy szoba, két szoba. És ez lesz a nagy szoba. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy igen, meg tudtam mit csinálni. Áthidalókat rakunk, ugye? És tulajdonképpen most így megoldjuk septiben. Igen, ide is áthidaló. Ez 51 milla volt ez a ház. Úgy, hogy semmi nem volt benne. De legalább nem kell ablakot tisztítani, ez is egy nagyon jó ötlet volt így. Jó, és akkor lesz egy, kettő, három, négy és öt ajtó. Jó sok. Na és akkor ilyenek lesznek. Először is. Szerintem ezt így kell. Tökéletes. Ez nem tökéletes. Ez tökéletes. Ez nem tökéletes. Ez érdekes volt, figyeltétek? Most jó? Nem tudom. Most jó! Ez az! Így kell ezt csinálni! Így csinálják a profik. Na, akkor már csak kettő ajtót kell. És úgy gondoltam, hogy ezt így fogom. Itt. Thank you.
bár nem így kellett volna. Kopogjuk? Puff. Jó, ott még nincs áthidaló, úgyhogy ezt gyorsan orvosoljuk. Jó, na most van két szoba, egy fürdőszoba, egy előszoba, és na most itt. Elnézést. Na most úgy gondoltam, hogy itt lesz a konyha. Így van, a konyha. Szóval ezt úgy kell megcsinálnunk. Na. Hogy szépen. Így. Igen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ez így jó lesz. Tudjátok mit? Haha, raffinált leszek. Így legalább teljesen ki tudom festeni a konyhát. És ez lesz a konyha étkező. Király! Na, akkor... És úgy meg tudtam csinálni, hogy a falakat így a lépcső elé raktam. Egy szín belőle. Aztán ő... Úgy lesz, hogy csinálunk egy ilyen előszobát. Így. Nézzétek csak. Így. Így. Így, így lesz, jó? És ugye van itt két szoba, és itt lesz egy nagy szoba. Jó. Ah, így lesz. Így lesz jó. Hoppá, majdnem oda raktam. Sű, elég gáz lett volna. Most lehet, hogy ezek nem lesznek egy vonalba. Na. Kár, hogy nincs egy alaksor, ma az még úgy jobb lett volna. Aha. Na most lesz úgy, hogy 1, 2, 3, 4, és egy ilyet. Hűha. De, Mázli.
Nem? Kopácsoljunk. És ez így jó is lesz. Aha. Ez az. Jó. ez így jó tágas. Bár... igen. A jó tágas, de viszont szerintem itt azért jó lenne, hogyha... Igen. Mi van akkor, hogyha ezt így ide rakom? Így. Egy, kettő, három, négy és öt. Na, hogyni? Hogy azért nagyobbak legyenek a szobák, ne olyan kis lyukak. Na, menj már. Menj már rá, hogyni. Ez az. Jó. Jó. Ez így jó lesz. És akkor ezeket kiütöm. És így nagyobb szobát fogunk kapni. Aminek roppant fogok örülni. Most csak így... megcsináljuk a dolgokat. Hoppá. Ott fölmaradt pár dolgok. Megint is. Jó. Ez lesz. Igen. Ez lesz. Igen. Ez lesz. És lesz egy üdvözlő vagy kettő. Nem? Kopácsolok, de semmi értelme nincs. Na. Hú, de tágos lett itt. Most egy olyat kellene. Milyen poé lenne? Most így elgondoltam valamit. Vicces is. Majd meglátjátok. Miért mondom ezt. Nem. Tudom már, hogy mi lesz itt. Most megpróbálunk ebbe a részbe. Úgy megcsinálni két szobát két fürdőszobával, két kis fürdőszoba, csak egy ilyen kis zuhanyzós. Na mindegy. Lehet, hogy egy kicsit túl lőttem a célon. Ez meg hogy került oda? Ja, persze. Na mindegy. Akkor nézzük. Most az van, hogy ezt így. Így. Így.
Ja. Na most azt nézzük, hogy jaj, még itt vannak ilyenek. Na hát, ezek hogy kerültek ide? Na. Ez egy elég hosszú rész, ugye? És itt azt kell megoldanunk, hogy hát ide nem fog két hálószoba férni. Ide csak egy hálószoba fog férni, meg egy nagy fürdőszoba. Aha. Jó. Mondjuk az lesz, hogy most így nézem, hogy hogy legyen, mint legyen. De ezt addig így most kiütjük. Van minden. Na, ez az. Most csak a háznak a beosztását fogjuk megcsinálni. Egy, kettő, három, négy, és öt. Jó. Hát akkor az lesz, hogy itt lesz a fürdőszoba. És már tudom is, hol lesz a válaszfal. Itt. Haha. Nem, nem, nem. Ez egy elég nagy fürdőszoba lesz, úgyhogy itt lesz minden. Így, egy, kettő. Sokat kell készítenem. Jó, hát ez egy jó nagy fürdőszoba lesz. Jó nagy hálószobával. Itt lesz a fő hálószoba. Tudni. Na, és akkor most jönnek az ajtók. És amikor az ajtók megvagyunk, akkor hát én arra számolok, hogy majd annak a áthidalását is megcsinálom. De legyen egy kényelmes nagy fürdőszoba, azért az nem árt. Ja, nem ezt akartam. Így. Így, hogy nézzük, csak így. Így, jó. Megvan. Ah, király. És akkor itt lesz a fürdőszobának. Aha. Így. Itt lesz. Oh.
Hogyni? Jó. Megvan. Már csak az áthidalás kell. Megcsinálni. Így van. Így. És megvan. Na, hát tulajdonképpen ez lett így. A még itt, meg ott ajtók. Mondjuk ez itt nem rossz. Igen. Nem rossz, nem rossz. Ilyen hosszúkás nagy szoba, itt majd tévé, meg hát tudjátok a szokásos ilyen ülőgarnitúrák, szekrények, és így a nagy szobából föl lehet menni oda. Igen. És itt lesz a konyha. És ezt úgy fogjuk csinálni, így. Hogy erre nyíljon, mert itt lesz elhelyezve a konyha bútor. De most így áthidalásokat még gyorsan megcsinálom itt. És akkor szerintem a következő videóban lesznek az ilyen a fürdőszobáknak az elkészítése és a házfestés. Igen. Úgyhogy nem rossz, hogy itt is van, meg ott is vannak szobák. Ez így jó. Ez lesz a hálószoba, ez pedig egy jó nagy fürdőszoba. Úgyhogy két fürdőszoba lesz. Úgy, hogy a fürdőszobából két ajtó fog nyílni, bemegyünk a nagy szobába, fölmegyünk az emeletre, és itt van egy fürdőszoba, itt a nappali, hát, igen, vagy az egyik szobából megyünk be a nappaliba, vagy pedig, hát igen, bár lehet, hogy az kellett volna, hogy már nézzük csak meg. Akkor tudjátok mit? Itt. Na. Nincs olyan rossz ötlet itt. Nézzük csak meg. Kop-kop. Kikopog. Akkor ez külön bejárat a nappaliba. Mégis észszerűbb, ugye már? És akkor itt van még ez. Hajni. Na, most már így azért sokkal jobb és élvezhetőbb a dolog. Igen. Na nézzük csak. Ajtó. Így. Nem? Így. Így lesz. Így lesz jó. Azért jó, mert így nem kell keresztül mennünk a nagy szobába, így a fürdőszobán keresztül. Á, ez itt tökéletes. Áthidalókat rakunk. És akkor szerintem ez a videó most egy kicsit rövidebb lett.
de szerintem nem baj. A másik az hosszabb lesz, mert több munkánk lesz. Tulajdonképpen itt tök jó ez a fürdőszoba, szoba, nappali. Ja, király. Aha. Igen. Jó. Na, hát akkor menjünk szerintem az irodába vissza. Ide majd visszatérünk. Most már megcsináltuk azt, beosztottuk, hogy hol legyenek a szobák és milyen szobák. Úgyhogy akkor megyünk az irodába. Yeah. Most már így átgondolva megcsináltam a tervet, hogy hogy fog kinézni a ház belülről. Remélem nektek is így tetszik. Úgyhogy szépen ide visszamegyünk, becsukjuk magunk mögött az ajtót, ugye ezt is. És hát egy jó kis kényelmes házat terveztem. Legalábbis így beosztás szerint, én szerintem. De remélem tetszett nektek így ez a gyors house flipperes videó, mert most ez egy kicsit rövidebb volt, mint az összes többi. És hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!